Szalagavató, fotóművész kiállítása, emberöléssel vádolják a nőt, Európa és Közép-Ázsia érdekei egybeesnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 5-én 18 óra 5 perckor. A városi sportcsarnokban tartotta a szalagavató ünnepségét a Karcagi Nagykun Református Gimnázium három végzős osztálya. A 65 diákot, szüleiket és a pedagógusokat, egyházi vezetőket Tóth Barna igazgató az alábbi gondolatokkal köszöntötte. Olyan alkalom ez, amelyet az ünnepeltek egy egész életen át a szívükben szoktak őrizni. Olyan alkalom az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülés küszöbén, ahol az előzőekben említett kettős érzelmek kézzelfogható közelségben vannak. A német irodalom egyik nagy klasszikusa, Johann Wolfgang von Goethe fogalmazott így, a legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. Mai ünnepi alkalmunkon fogunk még gyökerekről és szárnyakról hallani, mely fogalmaknak én most a lelki hátteréről és egymáshoz való viszonyáról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Kedves ifjú tanítványaink! Szeret benneteket ez a város. Szeret benneteket a nagykunság, az Alföld, a Kárpát-medencei szülőföld. Szeret, mert bennetek látja saját jövendőjét. Szeretettel vesznek körül benneteket szüleitek, szeretettel vesz körül benneteket a tágabb családi kör, a baráti közösség, az iskola, de közös anyanyelvünk és kultúránk minden apró rezdülése is. És mindenek felett szeret benneteket a Teremtő és Gondviselő Isten. Olyan gyökerek ezek, amelyek folyamatosan táplálnak, amelyekhez mindig visszatérhettek, amelyek biztonságot nyújtanak, biztatást adnak és megvédenek. Pál apostol rómaiokhoz írt levele 11. részének 16. versében ezt olvashatjuk. Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Éljetek hát szentül ezeken az ezeréves alapokon, egyúttal vigyázzatok rájuk felelősséggel, hogy az utánunk érkező nemzedékeknek is legyen miből meríteniük. Azután létezik persze az életünknek egy dinamikusabb oldala is. Igen, szükség van arra, hogy világmegváltó terveket szőjünk, szükség van rá, hogy engedjünk a bennünk lakozó kreativitásnak, hogy higgyünk a lehetetlennek tűnőben, hogy lehozzuk az égről a csillagokat, hogy magunkhoz akarjuk ölelni az egész világot, és hogy elhiggyük, hogy az élet valóban szép. Tudnotok kell azonban róla, hogy a föld felett járni bizony fárasztó foglalatosság. Újra és újra vissza kell szállni hozzá ugyanis a földre, erőt kell hozzá meríteni, töltekezni kell hozzá testben, értelemben és lélekben. Úgy hiszem, hogy ezen a ponton fonódnak össze végérvényesen gyökerek és szárnyak, ezen a ponton válnak végérvényesen egymás elválaszthatatlan részeivé. Erről a különleges kapcsolatról olvashatunk Ézsaiás próféta könyve 40. részének 30. és 31. verseiben így. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kedves szalagtűzésre váró fiatalok! Ezen biztatás és ezen gondolatok kíséretében kérem, Isten áldását elsősorban most reátok, de egész ünneplő közösségünk számára is, az ünnepi alkalom előttünk álló részére, valamint egész életetekre, egész életünkre. Zárt a szavai Tóth Barna, majd az osztályfőnökök feltűzték a szalagot diákjaiknak, akik ünnepi műsort adtak, melyet Nagy Tünde tanárnő állított össze. 65 végzős diákunk kapott ma szalagot, rengeteget készültünk az eseményre, és valóban azon ritka pillanatok egyike, amikor tényleg kicsit felszabadultan lehet örülni a történteknek. Nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült ez a mai nap.
Egy olyan 3-4 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy egyébként a november végén hagyományos szalagavatói ünnepségünket megpróbáljuk előbbre hozni egy kicsikét. Ez tavaly nagyon sokat segített rajtunk, mert akkor október végén még meg tudtuk rendezni, és akkor most is bíztunk abban, hogy nem fog kárba veszni az a rengeteg munka, amit belefektettünk ebbe. És én szoktam így fogalmazni valóban a diákok felé főleg, hogy ez egy ilyen határpont, ez a szalagavató, ahol tényleg ünnepélyes keretek között lehet örülni valaminek, és úgy gondolom, hogy ma tényleg van minek örülni, és innentől kezdődik hivatalosan az a rész, aminél muszáj, hogy oda tegyék magukat, hiszen nagyon sokra hivatott diákok ők, nagyon ügyes, nagyon intelligens fiatal hölgyek és fiatal urak, és nagyon bízom benne, hogy jóra fogják használni ezt az előttünk álló néhány hónapot még a tanév végéig. A 12. A osztálynak Székely Éva Mária tanárnő az osztályfőnöke. Ők egy angol keringőt tanultak be és táncoltak el. Kacsora Tamás tanár úr tanította be. A 12. B-nél Zelenák Erika tanárnő. Az osztályfőnökük szintén Kacsora Tamás tanár úrnak a munkáját vitték színpadra egy szamba formájában. És a 12. C-ben pedig Bornétasi Ildikó tanárnő az osztályfőnök, és ők pedig még mindig a hatás alatt vagyunk, igazából szerintem egy fergeteges orosz táncot mutattak be, Vasné Szűcsedit tanárnő munkáját dicséri. Ezt követően a diákok szüleiknek egy-egy szál virággal köszönték meg eddigi támogatásukat. A jelenlévők ezután vas tapssal jutalmazták a végzősök táncait. A bicsi keringőt és a szambát Kacsora Tamás, az orosz táncot Szűcs Edit táncpedagógus tanította be. A Dérényi Kulturális Központban Kolozsi Sándor fotóművész, Jászkun Fotóklub elnöke, Csehország gyöngyszeme, Cseszki Krumlov fotókiállítását Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. A megnyitó előtt a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye növendékeinek és tanárainak műsorával kezdődött. Ha azt mondom, hogy van egy település, amelyet az UNESCO 1992-ben a világörökség részévé nyilvánított, és amelynek élethű mását felépítették Kínában, hiszen én is tapasztalatból tudom, hogy annyi kínai turista látható a településen, és annyira szeretik, hogy felépítették a pontos mását Kínában ennek a településnek, akkor nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy melyik településről beszélünk. Nyilvánvaló, hiszen ki van vetítve itt mögöttem is, Cseszki Krumló. Mondta Szepesi Tibor, akivel ezt a mesevárost egy korábbi kirándulásuk alkalmából még Dobos László polgármester ismertette meg. Annyira lenyűgözte a városvezetőt szépségével, hangulatával a település, hogy azt tervezi, még visszamegy, mert minden évben gyönyörű a város. Sokáig én sem tudtam ezeket az adatokat, és igazából megvallom őszintén, hogy a településről sem hallottam. Egészen nagyjából 2006-2017-ig, amikor egy német testvérvárosi delegációba utaztunk, még akkor Dobos László polgármester úrral, és ilyen útlezárások voltak Csehországon keresztül, eltérítettek bennünket, és akkor egy táblán láttuk fölírva, hogy abba az irányba kell menni, Cseszki Krumlóba. Polgármester úrnak volt valami rémképe, hogy ő, mintha gimnazista korában már járt volna ezen a településen, és akkor, amikor hazafele utaztunk, jöttünk, akkor azt mondta, hogy nem olyan nagy kitérő, menjünk, nézzük meg ezt a települést, neki olyan fiatalkori emlékei vannak róla, hogy szeretné látni. Én úgy voltam vele, hogy nyilván belefér az időnkben, úgyis sötét lesz, mire hazaérünk, akkor menjünk egész nyugodtan, megnézzük, polgármester úr látja, amit szeretett volna, lehet, hogy én is egy picit gazdagabb leszek egy élménnyel, letudjuk, aztán hazajövünk. És hát igazából ugye nem így lett, hogy majd hip-hop letudjuk, hiszen mikor odaértünk, akkor és azt még hozzá kell tennem egyébként, hogy nagyon rossz idő volt, tehát november, havazott, hideg volt, fáztunk, tehát úgy hittem is, meg nem is, hogy jó lesz. És amikor odaértünk, akkor a hegyen túl, hiszen egy hegyen túl kellett menni, ott a völgyben már nem havazott, nem volt meleg, de kellemes őszi napsütés fogadott bennünket. És a város, amely kitárult előttünk, maga a megtestesült csoda, egy álomvilág.
mintha egy mesekönyv lapjai keltek volna életre. Mintha egy rajzolt világ elevenedett volna meg. Abban a percben, úgy, ahogy még át sem léptem a város kapuját, csak ránéztünk onnan föntről, tudtam, hogy én még ide biztos, hogy vissza fogok jönni, tehát ez az egy óra, másfél óra, amit ott töltünk, az nem elég erre a helyre. És ez a mesebeli város, ahogyan mondtam, Csehországban, Csehország egész déli részén, az osztrák határ közelében található Český Krumló. A megnyitó után Kolozsi Sándor tárlatvezetésen mutatta be fotóinak történetét. Véletlen vitt engem ebbe a városba. A párom iskolaigazgató volt Szolnokon, és 2016-ban ide tervezték a szokásos és esedékes tantestületi kirándulást, ahová lehetett vinni házastársakat is. Így kerültem elsőként ide, és hát néhány perc után már tudtam, hogy ide vissza fogok még jönni. Sikerült is ez idáig kétszer, de terve vannak újabb utak. Az első három ott jártam alapján 16-17-18-ban készült képek alapján állítottam össze ezt a képanyagot. A második és harmadik út az már nem családi volt, hanem fotós kollégákat is sikerült elcsábítanom, és azóta ők is lelkes hívei a városnak. Valóban az egyik az nyári, az legelső út, a második az pedig tavaszi, és akkor megint van egy, a harmadik az megint nyár. Majd meglepetésként átadta a városnak az általa 50 éve őrzött Beke Dénes, aki 1977-ben hunyt el Karcagon, több relikviáját, leckekönyvét és családi fotókat további megőrzésre és kutatásra. A Beke házas pár a szüleimmel baráti kapcsolatba került, így én is többször találkoztam Beke Dénessel, nekem csak Dénes bácsi, mert akkor ő már egy 80 fölötti idős úr volt, én meg egy 20 éves fiatalember, és megmutatta egyszer nekem valaminek kapcsán a diplomáját, amit most itt kiterítettünk, mert 100 évig összehajtva volt a dobozába, és hát engem lenyűgözött, és többször is megkértem, hogy mutassa még meg, és ezt valahogy a felesége, a Illi néni, egy nagyon kedves hölgy megegyezte, és Dénes bácsi halála után egy paksamétával beállított, hogy ezt neked hoztam, Sanyikám. Így került hozzám, hát jó 45 éve, tehát közeledik már az 50-hez. Azóta őrizgettem, néha megnéztem, vagy ha olyan vendégem volt, aki tudta ezt értékelni, akkor kibontottam neki a diplomát, és együtt csodáltuk. De egyébként ott lapult a polcok mélyén. De úgy gondolom, hogy Dénes bácsi egy olyan ember volt, szakmailag is, emberileg is. Ő nem egy szerint hívő ember volt, hanem az a fajta, akire én azt mondom, hogy istenfélő. Rajta hozzá hasonlót, rajta kívül nagyon keveset láttam életemben. Tehát ő megérdemli, mert hosszú évtizedeket szolgálta ezt a várost, hogy megemlékezzenek róla, és úgy gondoltam, hogy ez a megnyitó talán erre is jó alkalom lehet, és ezért felajánlottam a polgármester úrnak ezt az egész hagyatékot, mert itt van itthon, nem nálam. Az emberöléssel vádolt M. Enikő és élettársa szívességi lakáshasználóként éltek Tiszavárkonyban. Alkalmi munkából tartották fönn magukat, az ügyészség álláspontja szerint gyakran alkoholizáltak, veszekedtek, ezek gyakran tetlegességig fajultak. Március 6-án este is ittas állapotban szólalkoztak össze. A szúrások a férfi felső testét és karját érték. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a férfi életét. Az ügyészség emberüléssel vádolja az asszonyt, akire 10 év szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az előkészítő ülésen a vádlott és védője nem fogadta el a vádhatóság javaslatát, azzal érvelve, hogy a vádlott önvédelemből cselekedett. Így megkezdődött a bizonyítási eljárás.
A PER szakértők bevonásával februárban folytatódik. Akár az energiabiztonságot, akár a terrorizmus és az illegális migráció elleni fellépés nézzük, Európa és Közép-Ázsia érdekei egybeesnek, mondta Varga Mihály a Nur Szultánban tartott magas szintű megbeszélésein a pénzügyminisztérium közleménye szerint. A delegációban Elf Kovács Sándor térségünk országgyűlési képviselője is részt vett. A pénzügyminiszter kazasztáni látogatása során találkozott Askar Mamin kazak miniszterelnökkel, valamint az elnöki palotában fogadta a magyar tárcavezetőt Kasim Zsomár Tokajev kazak elnök is. A közlemény szerint Magyarország mindig is támogatta a visegrádi együttműködés országainak és Közép-Ázsia együttműködésének elmélyítését, fejtette ki a magyar miniszter. Mint mondta, ahogy Közép-Ázsia kaput nyithat Magyarországnak Ázsiába, úgy a V4 is belépési pontot jelenthet a közép-ázsiai országoknak Európába. Ennek a júliusban kezdődött magyar V4 elnökség kiemelt figyelmet szentel. Varga Mihály megköszönte Kazasztánnak, hogy tavaly 100 000 darab orvosi maszkot adományozott Magyarországnak a koronavírus járvány elleni küzdelemhez, valamint Nur-Szultáni technikai megálló biztosításával könnyítette a Peking-Budapest légihídon keresztül történő beszerzéseket. Varga Mihály a találkozón kiemelte, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok hagyományosan erősek, a magyar kormány pedig azon dolgozik, hogy továbbfejlődjenek. Mint mondta, az adatok azt mutatják, hogy Kazasztán Közép-Ázsiában Magyarország első számú gazdasági partnere áll a Karcak Televízióhoz eljutatott közleményben. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcak Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!